Sziasztok, pajtik! Sziasztok, gazdik! Ma délután ismét egy futtató, ez most a talpas. Egy új kutyával ismerkedtünk meg. Ez a fekete kutya. Ő egy igazi kánekorzó. Legalábbis ezt mondta a gazdája. Mi meg? Miért ne hinnénk neki? Elvégre ők tudják. Tehát ezzel a kutyával itt a talpas futtatón jöttünk össze. Ő kint sétált, mi benn voltunk, és a gazdák behívták. Gyere te is játszani! És igen, kérem, egy nagyon-nagyon aranyos kutyus, még csak 10 hónapos, de már akkora, mint mi vagyunk a berni pásztorok. Tehát játék az volt, ma pedig délután ezzel foglalkoztunk. Arthur volt az, aki a leginkább érdeklődött. Eleinte a gazdája iránt, hogy a labdáját elszedje, aztán pedig a kutya iránt, csak azért, hogy megmutassa, mi vagyunk a nagyok, mi vagyunk az erősek. Aztán persze jött a Lili is, amit meg kellett, hogy védjünk, sőt, még a Topsi is megkergette, mert ő is úgy döntött, ő egy berni pásztor. Thank you.
Aztán persze jött a vacsora idő, és mi elindultunk hazafele. Elbúcsúztunk a kánekorzótól, elbúcsúztunk a topsitól, irány haza. Odahaza pedig képzeljétek, gazdasszony már elkészült a vacsorával. Tehát nagy volt az érdeklődés, nem sokára megyünk vacsorázni. Hát ennyi volt a mai mesénk. Sziasztok, Pajtik, sziasztok, Gazdik! Jó szórakozást kívánunk filmünkhöz!